Illetve ismételem, mindenkit, ittem, hallató vagyok. És most már nagy ezzel meleg csinálva Windows 10-nek az iszója. Mi is kell ehhez? Le kell tölteni a Rofus. Most mindig jobb, ha nyílt forráskódú alkalmazások vannak választva. Vannak a verziója neki. Ja, le fogja tölteni. Észedik kicsikét a net szolgáltatón, hogy blokkolja a HTTP kapcsolatokat. Ez van, ha nem fizetsz neki gyorsabb interneté. Ez jó. Van, még blokkolta, majd újból kezdi. Ez ilyen kicsi kitérő volt. A dolog, hogy csak letölteni a frissítést. Itt van egy 16 GB-os flash, ami most ebben egy Keystone Data 100 USB 3.0-as. Kiválasztom az ISO-t. Nem nagy tudomány. Rá kell menni. És start. Szépen be fogja fejezni. Tovább vittem a milyen hirdetéseket ad. És vannak ilyen, most azt mondom, hogy ilyen időkimutatások. Említettek a Rufus-szal. Leggyorsabb. Ezt nem is hallottam. Kamozásokról. Tudom ezt az Unetbutint. A Vintu. Erről még hallottam. Mert nem hallottam a Windows 7 USB vagy a Toro, és itt van mivel letesztelve egy a dátával. Most nem is arról volt szó, hogy ezzel is lehet, vannak ez nyitforráskódó, de van a fizetés verziók is, az a Power ISO, Ultra ISO, egyéb más alkalmazások, amik jóval gyorsabbak. És ezek nincsenek annyira. Tehát venni őket. Tehát van pénzzel. Akar venni. Lifetime-os, ha jól látom. $30 kerül.
mi az a máslata, az ultra is, szó is, de a kettő kb. Ugyanazon a szinten van. Ugyanúgy a zára is neki. Jobban. Rufus! Másolja! Nem soká be fogja fejezni. Hű, milyen gyorsan csinálja. Ismét a figyelmeteket! Szevasztok!